Na akkor üdvözlünk mindenkit, nagyon rég vettünk fel, úgyhogy jelenleg azt sem tudom, hogy hova menjünk hirtelen. Nézzük el a BC Centerbe, hogy jó. Most van ott valami. Ó, a bajnokság van. Na igen. Január 29-én veszük fel. És utoljára októberben. Október-november magasságában. Ó igen, különben akkor vettünk fel utoljára, úgyhogy igen, jó ideje nem volt. Igen. Na melyiken induljunk el, mert amúgy ezek közül dinónk már van, prémium kupán random, hogy mit kapunk, ha egyáltalán nyerünk. És hengerünk is van, nem? Vagy az, ja, nem is hengerünk. Az nincs. Én vagy a hengerre, vagy a galira gondolok, mert szerintem azokat kapnánk meg a legkésőbb sztori szerint. Meg én úgy emlékszem, hogy mint hogy a galit nem is lenne olyan, aki adja. Szerintem mindjárt kell a Gali kupán. Plentet kapunk amúgy valakitől? Igen, jó, igen. Oké, azt, akkor Gali. Azt konkrétan a következő BCB taktól. Jó. Nem tudom, most titán nevét Matola, azt hiszem? Matola the Blaze, valami ilyesmi. De induljunk el a Gali kupán, az egy kellemes kis bemelegítés lesz. Ja, E kategória. Ilyen kevés pontot még sose kaptunk. Black PS2. Próbálj ki az új csapatot, a Fire Shoutot. Mármint a régi csapatot, de egy új formációban. Ah, jó. Pont akartam mondani, mivel ilyen kis szar kupán indulunk, lehet, hogy az új, teljesen új csapatot kellett volna kipróbálnunk, de így is jó lesz. Menjünk biztosra, én azt mondom. John Player legvalószínűbb, hogy nyer. Na. Azt hiszem, itt csak két emberkét kell megbasztunk, hogy nyerjünk. Valami olyasmi rémlik. És abból kettőt nincs is lapja. Igen. Jody és vagy és Ryan Daniel. Vagy Daniel. Nagyon, nagyon kis egyszerű dolognak tűnik. Jody miben van? Melyik csapatban? Igen. Nem rémlik most, valami kisebb csapatban. De lehet, hogy ez ilyen nagyobb bajnokságokon ő el se indul. De hát ilyen független. Aha. De a sztoriban találkozunk vele, nem? Valami mellékszálon, igen. Úgy, csupa érdekes dolog jött be már egyből. Szerintem dobjuk el ezt a kettőt. Lipkiket mindenképpen akarom majd spammelni, mert imádom, amikor kivételetlenné tesz egy támadást. Jó, következik olyan fő tűni damage-elni a Newt. Zsír. Valami kicsi damage-et kezdjünk el nyomatni. Hanger, vagy hare. Igen, hare. Két H betűs. Egyért kettő nem is rossz. Ja. Kis chip. Igen, a Pixie az ilyen. Az nagyon sok szempontból hasonlít a Tigerre, hogy ilyen kevés gátért is szerencsétlenkedik egy-két damage-t, aztán azok összegyűlnek idővel. Mosni ennek a nőnek a nyakába. Na látod, mert a gép is használja ezt a lapot. Mondtam, hogy jó. Általában az ilyen gyengébb játékosok használják, igen. De a profik is tudják. A játék második felébe már nem nagyon fog sok használt venni a dolognak. Overkillezni akarsz? Tudod, mire gondolok? Na. Ez a kiszedek valakit, vagy a hengert, vagy a Newt, nagyon durván ki fogom szedni azzal. Szerintem lehet, hogy a melyiket? Newt? Aha, vagy ne, vagy, igen, vagy a Mew, vagy a Mew. Keveseket dobok el, mert hogy nem akarom a védekező lapokat kidobni. Nem nagyon támad a gép eddig. Ja, volt az a komment, a Hallowed Voice, ez annyira most jól jött. Mindenképpen ki kell tennünk egy move-ot. Hát akkor legyen a step. Ja. Ezért fogunk veszteni, figyeld meg. Ez van, én vagyok az ördög ügyvédje, meg a rossz tanácsadó. Ó, basszus! Ezt nem tudom visszacsinálni. Ugye ugyan, hogyha két télest használsz, akkor aztán valami 12 damage-et csinál. Baszki! Mindegy. Baszki. Lehet levitte volna, én inkább megyek biztosra a dinóval. Miki? Ezért mondtam, hogy nem szabad kapkodni. Egy nyúl hogy tud fejben matekozni? Meg számolni? Elmondom sehogy! Konkrétan nem támadok még meg minket a játék. Igen, ezért mondom, hogy eléggé. Wow! Mew!
Ja, nagyon jó. Idegesítőbb. Sokkal. Innentől lesz jó dolgunk, mert tényleg ezek a kivételetlen nikikek, ezek nagyon... nagyon fognak segíteni minket a karrierünk hátra lévő részében. Kivételetlen? Persze, a leap kick az azt csinálja, aha, hogy kivételetlené teszi a dinónak a power mozgásait. Szép. Nem fog tudni védekezni. Ezért van az, hogy a Nelson-t konkrétan bármikor kiütöm neked. Hogyha olyan alapjaid vannak, persze. Most kiveteti a kezünkből a izét. Szívesen csinálta. Dino védekező lapot. Hát most érted. Ami nem támad... csinál valamennyi támadást. Nem támadok még meg minket. Szóval nincs szükségünk védekező lapra, ahogy nézem. Bőjött kettő egymás után. Kezdem azt hinni, hogy jók vagyunk. Felhasználjam? Persze. Hát mi más tudsz csinálni? És annyi védekező lapot... Az a baj, hogy valamire készül, bazd meg. 10 gatya van. Lehet, a pixi az mit? Ja, 4-1. Aha, de úgy, hogy elveszi az összes gát. Jó, van egy ötletem. Jó, hogy feljuttam a figyelmedet. Pedig véletlen volt, blöfföltem. Ó, tudja már. Tudja már, ami lesz. Érzi a vesztét. Ez az első támadás, amit kaptunk. Csak attól félek, hogy le fogja védeni. Úgy, de ha az nem védi, akkor nagyon durán be fogja szopni. Kaptunk még egy kiszt. Na, no. Levédi? No. Csókot ne védjél már. Na, erre spóroltál annyit. You're terrible! Guilt trip! Hát igen. Ez mennyi ilyen szarj lapja van már? Ez a harmadik, szóval több nem lehet. Ilyeneket trollkodik. Social vagy. Justice Warrior valamely. Jó, többször nem fogja tudni csinálni, elfogadtak ezek a lapjai. És jól állunk. Hát E kategóriába futunk, hát mit vársz? Nem tudom. Na és meséljünk valamit azért a nézőknek, Miki, hogy mégis mi volt velünk ebből az elmúlt 3 hónapban, mi között nem tudtunk felvenni. Nekem a Facebook csoportos bajnokság végül nem történt meg decemberben, azt hittem, hogy teljesen elfelejtődött a dolog. Aztán nemrég kaptam egy Facebook értesítőt, hogy egy új esemény nyílt meg, március 3-ával, és az konkrétan, az lesz a neve végül, hogy Poké Olympics. Mert jó, ugye, hogy mindenki egy országot képvisel benne. És te melyik országot képviseled? Hát mi a Facebook csoport egyetlen magyar tagjaként Magyarországon. Izraelt, nem Izrael. És már kész is a csapat. Jobban is sikerült, mint terveztem. Na, meséld a nézőknek, mert biztos kíváncsiak rá. A csapat végül úgy állt össze, hogy lesz egy Skarmoli, ő fogja elképezni a turulmadarat. Akkor vesz egy Nakto, ő a részfaszú bagoly. Az ő elnevezésénél jöttem rá, hogy nincsenek ékezetes karakterek a játékban, ez egy kicsit elvette a kedvemet. Akkor 3 hétig breedeltem, csak azért, hogy lehessen egy Shiny Dragonite-om, amit elneveztem Süsünek. Akkor volt egy kommentjavaslat, amiben Snorlaxet javasolták, mint Álmos, ami zseniális, szóval azt nagyon szépen köszönöm. Nem emlékszem annak az illetőnek a nevére, de... Hirtelen is, de jelentkezzem. Igen, nagyon... nagyon epik döntés volt, az annyira epik volt, hogy azt muszáj volt megtartanom. Akkor Conkeldurrt tettem bele, mint Toldi. Akkor most kurván emlékszem a Fennekinnek a kifejlett állapotának a nevére, de őt tettem bele, mint Hook. És azt hiszem ennyi. Igen. Mindenkit felsoroltam. És kitaláltam egy nagyon fasz a kis stratégiát, mert két szabály van amúgy a versenyekre, a meccsekre hivatkozva, hogy nem lehet visszahívni Pokémon. Szóval, hogyha egyszer már kihívtad, akkor nem hívhatod vissza, akkor is, hogy a típus hátrányod van, hanem halálig kell harcolnia. Persze. És nem lehet held item. Na most az első ilyen szabály az azt jelenti, hogy az emberek nem számítanak Entry Hazardra, mert annak csak akkor van értelme, hogyha vissza lehet hívni a Pokémont, mert ugye az, amikor bejön, akkor sérül le. Uh-huh. Én viszont fogok használni Entry Hazardot, ami elsőre hülyeségnek tűnhet,
Viszont azt találtam ki, hogy konkrétan lesz a Noctowl, és az egy Ultimate Troll lesz konkrétan. Szóval az egy kurva gyenge Pokémon, azzal csak trollkodni lehet, de olyan faszákat fogok vele trollkodni, hogy már most előre örülök. Lesz, hogy a Skarmory-val fogok kezdeni, vele lerakok Spike-ot is, meg Stealthrock-ot is, úgyhogy kétféle Triazard is lesz. Aztán addig harcolok, ameddig tudok, de úgy, hogy benne lesz a Roost is, szóval fogok majd tudni magam. Most mi a fasz tesztek ki? Tele vagyok védekező lappal és nem is támad. Nem tudom, mit csinálok. Én is ezt akar, már akartam szólni, hogy csak úgy belemerült a történetben, nem mertelek félbe szakítani. Na, igen, szóval ott tartottam. Ó! Wow. Látod, most viszont tök megéri, hogy itt vannak ezek. Meg tudom szopatni, hogy tessék, most elfogytad a gátjait, és nem öntél szarra sem. Szóval lerakok két felentre az áldót, addig harcolok a Skamborúval, amíg tudok. Persze úgy, hogy úsztolok és hogy gyógyulni is fog tudni. Amint azt kinyírják, utána kezdődik a móka, utána kijön Noctowl, akinek az lesz a movesetje, hogy Whirlwind, Toxic, Roost és Defog. A Defoggal el fogom tüntetni az én oldalamon lévő entry hazardokat, esetleg valaki tesz le ilyet. A Toxickal megmérgezem a Pokémont, a Whirlwind-et pedig kifújom a picsába, hogy bejön helyette egy másik. Lesebződjön az entry hazardokkal, és megmérgezem azt is, és azt is kifújom. És az addig fogom csinálni, még ki nem nyírják a Noctowlt, ami által egy darabig, mert az is fog tudni gyógyulni. És utána maradék négy tag, akik valóban erősek, azok már ilyen többsebből vérző, megmérgezett, félholt ellenfelekkel fognak harcolni. Ez a terv. És ebben mi fog megvalósulni? Nem tudom, mert biztos több tapasztalatuk van, meg ők is okosak. De az elmélet az jó. Szóval, hogyha fel annyira jól jön össze, mint ahogy én azt elterveztem, akkor nagyon jól fogok szerepelni, és nagyon sokan fognak engem utálni. Mert amúgy ez egy nagyon hosszú... Kipadolnak a csoportban. Nagyon hosszú folyamat lesz, hogy tényleg mérgezést, meg entry hazardtól dögöljenek meg minden. Úgyhogy ez egy elég személy stratégia. Meséld el, hogy mennyi időbe telt neked egy shiny. Mondom, két-három hét telt el, mire sikerült megszereznem a shiny Dragonite-ot, úgyhogy ez egy nagyon szar része volt az életemnek. Viszont aznap este, amikor sikerült, akkor utána elkezdtem Toldit breedelni, és az ilyen 10-20 tojás környékén született egy shiny. Random, azt nem is akartam, hogy shiny legyen, de az lett. És annyira tetszett ez nekem, hogy bele kellett tennem a csoportba, úgyhogy két shiny is van a magyar csapatban. Erre nagyon büszke vagyok. És ráadásul úgy, hogy mind a kettőnek van a 6 statjából 5 tökéletes IV-ja, és az 5., 6. meg annyira minimálisan tér el mind a kettőnél, hogy észre se fogom venni. A Dragonite-nak csak a annyira béna a league ez, hogy az a Daniel az első ellenfelünk volt, aki kapott, jól láttam? Nagyon szar mezőnyben vagyok akkor. Na mindegy, szóval, hogy... De gondolom szar lapokat is kapunk majd. Hát... A szörny a lényeg, mert nem használjuk, csak Galit. Ja. Galit meg neki skilljapjait, szóval, hogy... Ugye a játék lényege az, hogy az összes szörnyet megszerez. Persze. Nem is tudom, mit akartam. Ja igen, szóval, hogy a... Dragonite-nak csak a HP-ja nem volt tökéletes, de az vagy 28 vagy 29 IV, a maximum az 31, szóval nem nagyon tér el. A Toldinak, ugye a Timbernek, meg csak a Special Defense nem tökéletes, viszont az 31 helyett 30. Egy-két stat különbség lesz, észre se fogom venni. Tökéletes, kompetitív, szinte használható Pokémonokat kaptam, és full legális shiny-k. Miki büszke vagyok rá. Az a dolog, hogy ez pont szerdán volt, ugye Wonder Trade Wednesday, ugye a nem jól sikerült breedelési kísérleteket nyomdottam fel egymás után, és az este folyamán kaptam 3 shiny-t Wonder Trade-en. Egy Delibird-öt, egy Salamence-t, akinél volt egy Master Ball ráadásul, és egy Aegislash-t, ami egy kicsit gáz, mert shiny Aegislash-en már volt. De majd elteszem egy másik mentésembe, és akkor majd lesz mindkét helyen. Úgyhogy... Olyan mákos volt az este, hogy nem mertem aludni. Szóval úgy mentem másnap dolgozni, hogy kevesebb, mint 3 órát aludtam. És akkor tényleg már az, hogy már rosszul voltam, már olyan...
annyira fáradt voltam. De megértem. Egyszerűen tényleg így úgy éreztem, hogy én aznap este aranyat szarok, szóval hogy nem mertem elaludni, mert mi fog még itt történni, érte. Én aztán két Shining született, csak breedeléssel. Hát nem tudtam, hogy mi lesz. Nem akartad kinyírni Galit? Majd később. Védekező lapoknak akartam Gatot. Uh-huh. Ez nem hangzik rosszul, de próbáljunk meg kivenni. Milyen érdekes, hogy mindkét NFL-nek van. Igen, Henger. De most az egyiknek nem lesz, mert aztán mondod meg. Próbáljunk meg kivenni. Be a Hengernek nagyon sok védekező lapja van, úgyhogy valószínűleg ki fogja védeni. Mindegy, fogy a gátja, fogy a védekező lapja. Én mindenképp jól járok. Én mindenképp jól járok. Igen, én is arra gondoltam, a Kulpiufi referenciára. Rengeteg ilyen videót néztünk, úgyhogy... Wow, kombózik. Kombó! Kiveszi Pixit. Úgyhogy gut trollkodást már nem fogunk tudni csinálni. De én valahogy úgy érzem, hogy ez nem az a meccsre, szóval szükségünk lesz rá. Azért elég... Bőven van védekező lapunk Dinóra, meg Wormre is. Elég jó támadásaink vannak rájuk, én nem aggódok. Még? Jó. Ha te nem aggódsz, akkor én se. Csak picit. Amennyire kell. Csak gyógyul. Nem lesz itt gond, megoldjuk okosba. Tud egy HP-t adni a mangó olyannak, aki nem is megsebződve? Hogy? Tudsz egy HP-t adni nem, olyan... Nem. Nem csak aki megsebződve. Ezt nem fogom kivédeni, mert a felét így is lesebzi. Most 2 HP-val kevesebb. Nem sokat nyom alatba. Mi a másodikok leszünk, az se rossz. Nem leszünk másodikok. Elég tudtunk neki még sem vezetni, nincs gátunk sok. Megpróbálok megint még egyszer Hengerjén. Lehet nem kéne. Miért? De! Nem fog tudni támadni annyiból. Jó. Úgy. És kinyírtuk a Hengerjét. Az jó, mert neki vannak azok a szopatós move-jai, hogy a felét így is lesebzi, mert neki van sok védekező lapja. Tőle megszabadulni ez egy hatalmas áldás. Nem dobtál el lapot? Nem. Te most mit? Védekező lapokat dobjam el? Persze. Következő körbe szerzek hozzájuk Gatot, és megtartjuk. Így. Igen. Fáj ennyit levédeni, de most már azért kell. Galit kell megölnünk szerintem utoljára, mert neki mindenek purasokba kerül. És ahogy nézem, spórol alapokkal nem dob állásokat, úgyhogy Galival kicsiket fog tudni támadni. Tigernek viszont pont az a nagy előnye, hogy szarér húgyér is képes dolgokat összehozni. Úgyhogy legközelebbi... Grid Pixit jó sok gát. Legközelebbi izét... Target az biztos a Tiger, de ezt nézd meg, most is kombózik szerintem. Dinót ki is üti. Szoros lesz. Most már elkezdek aggódni. Figyelj, elkupán kikapni... Ne ez! Az ciki lenne, az nagyon, nagyon égő lenne. Eljátszanám a fejem kártyán, bazdmeg, hogyha izéit kikapunk. Nem fogunk. De nézzük, milyen jó lapokat kapunk a Wormhöz. Zseniális. Legalább védekező lapjaink vannak, és még benn van a dodge valahol a pakli mélyén. Jó, ez meg a izének olyanja, a Tigernek, hogy kivételetlenné teszi. Ugye ezt nem tudjuk levédeni. Látod, így kellett kivenni Tigert a csapatból. Látod, hogy milyen jó? Egyre több a Golem fanboy amúgy a nézőink között, csak mondom. Sajnálták, amikor kivettük a csapatból. Bazd meg! Nem hiszem el! Mindegy, majd jön valami Worm cucc, akkor kurva sok gátunk lesz hozzá. Ilyet én még nem basztam, komolyan mondom. Annyit fogunk támadni, hogy... Nem szégyen. Legalább ő se támad. Ja.
Nem! Lehet, hogy már nincs vöröm lapunk. Az bebaszna. Az nagyon bebaszna. Most komolyan ilyeneket védjek le. Ó, értem. Valamilyen szinten zseniális, amit csinál. Tudod, hogy miről van most szó? Igen. Hogy legalább két gárdba kéne kerülni a támadásnak ahhoz, hogy a vörm le tudja védeni. Úgyhogy lehet tényleg megbasz minket most. Ha nem tudjuk megölni a tigerjét, akkor ő ki fog tudni minket trollkodni ilyen támadásokkal. Én már nem is mondok semmit. Baszd meg! Játék ellenünk van. 15 gátunk van, és nem tudok elkezdeni semmit. Jó. Legalább védekezni tudtunk. Ha már támadni nem. Ugyan annyi lapunk van. Most már jöjjön valami, könyörgöm. Azért a Galit támadtam meg vele, mert ugye a levegőben van, és neki dupla annyit sebez, igen. Galit kiviszedtük. Ennek az a negatív oldala, hogy... Tiger mi mindig köztünk van. Remélem nem fog kombózni a következő körben. Csak nincs annyi lapja olyan. Híres utolsó mondatok. Féld? Na, végre. Jó sok mindent eldobott, jól van, örülök neki. Gyakorlatilag ma azzal támadunk, amink van. Muszáj, bazd meg, hát ez gáz. Jó, legalább benyelte. És még mindig nincs dodge, nincs jobb izélap, vörmlap. Bazd meg, kiüthettük volna! Mivel? Ott a izé. A... Az! Grit. A grit. Az, hogyha egy vagy kettő HP van, akkor duplázza a izét, a damage-et. Pont most akartam megkérdezni, hogy mi az alap, amit benn hagytál, mert mondom, az nem vélekező. Pont alap, erre hagytam bent! Jézusom, hogy lehetek ilyen ilyen? Remélem most már kikapunk, már csak azért is. Na jó, nem. De így legalább szoros lesz. Lesz egy izgi rész. Ja. Szerintem most már lehet, hogy ő is ugyan vele, hogy kevés támadó alapja van. Na szán minket. De ott a izé, Dodge. Hú, baszd meg. Aj. Baszd meg. Na már ő se támad. Sok lapot dob el. Mi ez? Pierce, az még jó lehet. És ha levédi, akkor is a felét lesebzi. Ehhez kellett volna használni. Jó. Nem baj, megvan. Na, milyen simán ment ez a bajnokság? Ugye E-kupa? Ja, kis laza izé. Jó, ezt én basztam el. De ezt tudnia kell a nézőknek, hogy egyrészt rég vettünk, másrészt tudatos volt, hogy izgalmasabbak legyenek, és hosszabbak a részek. Persze, igen. El is felejtettem mondani. Bár biztos érdekesebb lett így az anyag. Az biztos. Nem ez volt a szándékunk. Így sikerült. Jó, legalább Gali is megvan. Használj, nem fogjuk. Hozzá se kaptunk védekező lapot. Ja, a játék annyira szándékosan szabotál minket ilyen szempontból. How does it feel to win? Anyád, most csak azért, mert E-kupát nyertem? De már nyertünk már annyit! B-t is nyertünk! Minden kategóriára van egy sablon szöveg, amit a Q elnyomat. Ja. És azt feltételezi a játék, hogy most voltunk bajnokságon, éltünk benne. Mert hogy az E-kupát választottuk, igen. Q, ez egy tudatos döntés volt a részemről. De ő ezt nem tudja. Túl buta hozzá. Szegény. Lehet, hogy gondolom a rövid távú memóriájával. Igen, egy aranyhalnak.